Én is valami hasonlót szeretnék mondani. Szerintem Magyarország most egy másfajta kohéziós modell felé látszik haladni, mint ami azokat az értékeket tükrözné vissza, amiről például Totó a bevezető előadásában beszélt. A társadalomnak közel a fele, de lehet, hogy talán a többsége is, az vagy járadékosként, vagy járadékvadászóként az államhoz illeszkedik. De ez még mindig hagyja, hogy a másik felé a nemzeti jövedelemnek, vagy valamivel kevesebb, mint a másik fele, az mégiscsak a piaci versenyen keresztül realizálható. És az mindig mindenki számára választható, hogy ő melyik szférában és milyen módon akar működni. Autonóm személyiségként a piaci versenyben megmérődve, és ott a saját munkájára, meg a vállalkozó képességére támaszkodva felépítheti magát, és hogyha helytáll a versenyben és sikeres lesz, akkor ezt magának köszönheti. A mai magyar társadalomban is vannak ilyen emberek. A rendszerváltás legalább azt elhozta, hogy azok az emberek, akik ebben a szférában akarnak boldogulni, azért mégiscsak szabadabb, vagy kedvezőbb feltételrendszer, szabályrendszer közepette működhetnek, még hogyha gyakran panaszkodunk is a mindenféle problematikus állami szabályozásra. De kinőtte magát egy nagy csomó ember és vállalkozó ebben a szférában is. Igaz, hogy lehet, hogy az igazi, nem tudom, sikeresnek tekintett milliárdosok a jelentős részében nem tudták elkerülni egyébként, minél több pénze van valakinek, annál kevéssé valószínűleg, hogy az állammal is üzleteljen így vagy úgy, vagy lehet, hogy már eleve államból hasított ki valami korrupciós módon valami vagyonelemet, de nem csak ilyenek vannak. És azt gondolom, hogy ami vagy az eredeti újraelosztás, meg felosztás, meg privatizáció az lezajlott, a továbbiakban valószínűleg még kevésbé vannak kézenfekvően ilyen módok, bár állami beszállításokat megnyerni és lenyúlni és korrupt módon valakitől megszerezni, az persze így is lehet, ezek fennmaradnak. De a magángazdaságban egyéni teljesítmény, mondom, autonóm teljesítménnyel sikert elérni, ennek lehetősége van. És most olyan értékrendszerről beszélünk, vagy arról beszélünk, hogy vajon várható-e, van-e remény arra, van-e még tere annak, hogy valaki egy ilyen értékrendszerrel alapján megméresse magát és sikert érjen el? Szerintem van. Amiről a Jaksi Gyuri beszélt, hogy ezt egyénileg kell mindenkinek eldöntenie, hogy milyen stratégiát választ. Minél több ilyen ember választja, és főleg az új fiatalabb generációkból, annál nagyobb az esélyünk, hogy a dolog átbillen majd ebbe az irányba. De ez mindenkinek az egyéni döntésén múlik.